Köszöntök mindenkit a csatornán, Chris Tracker vagyok. Ez alkalommal pedig Euro Truck Simulator 2 játékban az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából azt találtam ki, hogy hát egy ilyen forradalmi nagy baromságot sikerült megint kitalálnom, méghozzá azt, hogy Going East DLC-ben Magyarország területét körbe fogom tolatni. Budapestről indulva, így Budapest, ezen az útirányon át, így Pécs, Szeged, Debrecen és vissza Budapest. Ez 1000 kilométeres távkereken le lett mérve. Ezt fogom most végigtolatni, pótkocsi nélkül. Azért pótkocsi nélkül, mert hogyha most pótkocsival kéne végigtolatnom ezt az 1000 kilométert, akkor gyakorlatilag jövő március 15-ig itt lennénk. Ezt se én nem szeretném, se ti nem szeretitek, ez biztos. Úgyhogy csak és kizárólag ezzel az ünnepi színűre, illetve ünnepi zászlóval ellátott piros-fehér-zöld Volvo kamionnal fogom ezt a távot megtenni. És abba bízom, hogy hamarosan ugyanitt Budapesten az MBRC cégben fogunk újra találkozni, miután végigtolattam az 1000 kilométert. Erről fog szólni ez a videó, ha ezt bírjátok idegileg, és kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velünk. Remélhetőleg, mint mondtam, hamarosan újra itt Budapesten fogunk találkozni, miután megtettem egy kört tolatva. Úgyhogy indulunk! Na most én szeretnék mindenkit megnyugtatni azért, hogy ezt a teljes tolatásos körmenetet azért nem fogjátok most így teljes egészében látni, hiszen ennek a videónak már volt egy korábbi változata természetesen, ahol a teljes végigtolatást a fanatikus rajongók végignézhették. Nem vagyok benne biztos, hogy sokan ezt megtették, de akik esetleg végignézték a videónak a korábbi teljes változatát, azonnak köszönöm szépen, hogy végignézték. Viszont én azt gondolom, és nem csak én, hanem nyilván mások is így gondolták, hogy ez nem tartozott az a legszórakoztatóbb tartalmak közé. Úgyhogy, tehát tényleg több mint egy órán keresztül azt nézni, amit most is láthattok csak felgyorsítva, egy kicsit felgyorsítottam a videót, szóval több mint egy órán keresztül ezt normál sebességgel nézni, hogy ilyen tolatok körbe Magyarországon. Hát nem mondom azt, hogy ez egy könnyed kis esti kikapcsolódás és szórakozás lenne bárki számára is. Úgyhogy ezúttal nem fogjátok látni, hogy végigtolattam Magyarországot, de nyilván aki elhiszi, elhiszi, aki látta a videót, látta, aki nem, nem. Én ezt megtettem, tehát igazából a teljesítményből semmit nem von le az, hogy ezt most így csak ilyen kis kvázi összevágott anyagként fogjátok látni ezt a körbetolatást, illetve ebből a körbetolatásból bizonyos, hát talán érdekesebb részeket. Ugyebár itt megkezdtem Budapestről a tolatást, szépen a jobb alsó sarokban talán látszik is a GPS, amiben ugye nincs beállítva az útvonal, mert ha beállítottam volna az útvonalat, akkor a teljes menetirány szerinti GPS útvonalat mutatta volna maga a GPS. De tolatva ugye ez nem megvalósítható, hiszen hogyha beállítom az útvonalat így körbe, ugye azzal a piros csíkkal, akkor ugye bár azt az útvonalat mutatja a GPS, amire rendesen menetirány szerint haladnom kéne, és ez kurvára összezavart volna engem is. Úgyhogy tulajdonképpen csak és kizárólag a térkép olvasási ismereteimre hagyatkozva, illetve hát a táblákra hagyatkozva, amit időnként látható, itt is látható, hogy Pécs jobbra, arra kell, igen, Index jobbra, gyerünk, ez az. Így van, tehát tulajdonképpen ezek a segédanyagok, ezek a segédtáblák segítettek engem, hogy haladjak az útvonalamon. Már elkezdett szépen lemenni a nap, így menet közben, óta közben, és lobognak a magyar zászlók, így hátrafelé, visszafelé menén. Na most az, hogy most ez mennyire könnyű dolog, tolatni végig hosszú távon, tehát így 1000 kilométeren keresztül mennyire könnyű dolog ezzel a kamionnal tolatni, így pótkocsi nélkül, ezt mindenki próbálja ki, és aztán el tudja mindenki dönteni, hogy ez most mennyire tartozik ja, hát teljesítménynek, egyáltalán teljesítménynek. Én megmondom őszintén, nagyon élveztem ezt a dolgot, és most is nagyon élvezem, hogy így vissza tudom nézni, hiszen most jelen pillanatban nem én vetettem a kamiont, hanem én is nézem veletek vissza ezt a történetet, úgyhogy tudok közben kortyogatni is. Reggeli kávémat így közben megiszogattam, szóval nagyon szépen el lehetett így gurúgatni, de mondom, alapvetően, ha engem kérdeztek, nem tartozik a legkönnyebb üveletek közé ez a tolatásos történet. És ott már látható is, már amennyire látható, Pécs tábla, megérkeztünk Pécs városba, az első város. Nagy a forgalom, bebasszák a zöldet, nekünk így van. Megérkeztünk tehát Pécsre, az első város, amit érintünk. Ugye összesen 4 város van Going East DLC-ben, Euro Truck Simulator 2-ben. A piros lámpát természetesen megvárjuk. Az SCS szoftver úgy gondolta, hogy 4 várost érdemelnek meg a magyar játékosok.
Going is DLC-ben, és ezért is ugye külön DLC-t kell fizetni. Mindegy, ebben nem megyek bele most a pénzügyi dolgokban, nem megyek bele a fejlesztői oldalról, hogy most ez milyen, hogy, mennyire és meddig, mennyire éri meg, stb. Most maradjunk inkább a tolatásnál. Így van, megvárjuk a zöldet, és akkor átmegyünk Pécsen, hogy aztán tovább folytassuk az utat. Szöged felé, szóval a következő város majd Szöged lesz a jobbra kanyar után, ami, hát itt jobbra kanyar, ami nekem balra menetirány szerint, hogy benne ülnek a kamionba, az nekem jobbra, majdnem neki megyek itt a tartályos kollégának, természetesen nem én lennék, hogyha nem okoznék valami balesetet valamikor, pláne itt tolatva. Alapvetően sem a legbiztonságosabb vezetési stílusról vagyok nevezetes, ilyen táblakiszedés, stb. Voltak már ügyes bajos dolgaim a játékban korábban, de hát most tekintsük el egy kicsit a múltól, az hasznos, és most hagyjuk el Pécs várost, és nekiidomulunk akkor Szegednek. Na már ott is van a tábla, hogy Szeged jobbra, de itt ennél a pontnál nem iramodtam neki rögtön, így menetirány szerint ugye jobbra, Szeged felé, mint látható, hanem mentem tovább egyenesen. Hiszen talán a jobb alsósorokban látszódik is, van ez a pillangó elágazás, amit egy pillangó szárnynak nevezek, ez a négy szárnyú pillangó. Éjszakai pillangó is lehetne, ha éjszaka jönnénk, de most nappal vagyunk. 40 km/h lehet menni, egy kicsikét gyorsabban jövünk, de csak azért, mert el van gyorsítva a videó, de egyébként is kicsit túlléptem a megengedett sebességet, ahogy szoktam. Szóval négy kört szoktam megtenni ezekbe a pillangó elágazásokba, hogyha idő engedi. Most idő engedte, nem rohantam sehova. Úgyhogy ezúttal is megtettem ezt a szokásos, hagyományos négy kört ebben a pillangóban. Amit egyébként nem én találtam ki, hanem egy egykori kollégám találmánya. Nevezzük Zsótinak, innen is üdvözöllek. Rég nem látott ismerős. És hát ennyi, tulajdonképpen megtettem ezt a négy kört. Pécstől keletre található egyébként ez a pillangó térkép, szerint meg is mutattam itt jobb alsósorokban a GPS-en. És a nyilak is mutatják, hogy merre kell menni, merre tolassak. Úgyhogy arra megyünk tovább, és irány Szeged. Továbbra is. Most már 70-nel is lehet menni, úgyhogy nyomjuk azt a rohargázt. Csak visszafelé. És ott hátul a mezőn már látszódnak a... Tehenek? Igen, ha már amennyi hallottszódott belőle, ezek a tehenek, igen. Tehenek? És ha már bevágták a piros lámpát, akkor meg is csodáltam őket itt a mezőn. Csak meg kell őket találni, igen, ott vannak a tehenek! A jó öreg tehenek, hát hányszor ordítottam ezt a világba annak idején, évekkel ezelőtt. Ezt most se hagytuk ki. Na, jó öreg teheneket. Na itt jön egy jó kis eskanyar. Igen. Szöget felé muszáj eskanyart megtenni, és aztán... Ez egy elég kalandos kis eskanyar, nem tudom, emlékeztek rá, 2018. augusztus 20-án itt azért volt egy kis pitty-putty. Összeakadt itt egy kisebb konvoj, meg az én elég nagy konvojom, 2018. augusztus 20-án. Lók! Közben lók ott hátul. Ja, így van. Szóval ez egy emlékezetes kis útvonal számomra egy 2018-ból, amikor még konvoj szervező voltam. Sikeres, arányaiban sikeres konvoj szervező, hát ez már a múlté sajnos, vagy nem sajnos, hát ízlések és pofonok. Na menjünk most már Szeged felé, most már itt van nem messze egyébként. És itt is a tábla, Szeged, megjöttünk a második városba, Szeged. Ugye a városokban nem kell löbbe menni, tehát ezt ezért nem tolattam körbe a városokon is, csak érintő jellegesen beleszagultunk úgymond Szegednek a városi szagába, a smogba, meg mindenféle városi szaggal, ami ezzel jár, így van, jobbra index, azaz balra index, hát ha szembe ültök a tévével, akkor balra index, hát ki hogy ül. És ott a Szeged, ott van a panelház, ott forgatták a barátok köztet, és a többi, egy sétáló úr, jó napot kívánok, ott nagyon szépen sétálgasson csak tovább, nyugodtan, csak el ne üssem, szerencsére a járdára nem szoktam, alapvetően nem szoktam a járdára felmenni. És elérkeztünk egy elágazáshoz közben. Hát ezt érdemes megnézni, ha már az előbb említettem a
jó kis szabályos vezetésemet, balra index, azaz jobbra index, puff, tábla kiszed, szevasz, elsőbségadást rohadtul megadtam nagyon. Hát jó, nem vagyok ezekre a dolgaimra büszke, de hát ami megtörtént, megtörtént, rögzítve lett videóra, nem nagyon lehet letagadni sajnos, bármennyire is nem szeretném egyébként sem letagadni. Ezek már, a tábla kiszedés az már gyakorlatilag a védjegyemmé váltak ezekbe a játékokba talán. Ezt már nem veheti el tőlem senki. Ja, és napnyugtában megyünk haza, látható. Hát ez nem utolsó látvány, ez biztos. Napnyugtában. Így játékidőn belül közel másfél napig mentünk. Úgyhogy két napnyugtát is láthattunk szerencsére. Ez a szebbik, kétségtelenül. És hát nem volt könnyű ezt az 1000 kilométert levezetni. Még így pót nélkül se. Hát hát próbáljátok ki, hát ti próbáljátok ki akár póttal, vagy akár így, ahogy én pót nélkül. És hát maradjunk annyiba, hogy nem volt rossz dolog pót nélküli lenni, egy rövid időre legalábbis. Kipróbáltam ezt az élményt is, hogyha már itt tartunk, nem csak a tolatás, hanem a pót nélküliséget is. Mi pedig most már tényleg közel vagyunk. Úgyhogy csak kitartás, most már kitartás a végén. Na, teszem a nagy térképet, igen. Ó, hát ez már... Ez már kérlek szépen benneteket nagyon közel van. Budimpesta. Magyarista Budimpesta. Most kibucskázunk ebből a dombocskás részből, aztán még egyszer láthatjuk utoljára a naplementét. Ott van, kérek szépen beleteket, hú-hú! Nem utolsó látvány. Legalább van mit nézni addig is, amíg beérkezünk a fővárosba. Meg hát érik a napraforgó így, márciusban. Ez azt jelenti, mint a tavasz. Két kanyar, aztán jön a fővárosunk. Alig várom, hogy ezzel érjek, ezért 1000 kilométert tolatni az nem egyszerű dolog. Járjuk is nézzük. Most már tényleg csak percek választanak el minket, percek. Véget érjen a dolog. Mondom még egyszer, hogyha valaki esetleg azt kérdezné, hogy miért nem pótkocsival tolattam, hát próbálja ki. Ezt próbálja ki pótkocsival, ezt meglátja, hogy milyen fantasztikusan nagyszerű élmény pótkocsival tolatni. Pláne mondjuk 1000 kilométert. Nekem pótkocsi nélkül is bőségesen, de bőségesen elég volt ez. Ez az élmény, amit kaptam. Nem is vagyok, még a spinjet fingerek között is láthatjuk még egyszer a lenyugvó nap utolsó sugarát. De költői voltam, basszátok, nekik verset fogok írni. Ha visszavonulok a kamionozástól, versíró leszek. Gyönyörű látvány, gyönyörű látvány. Gyönyörű a látvány, nem festett még ilyet Monet, hátul pedig bűzölög a Gané. A már versírás. Azt ne baj, azt. Ja. És akkor most kell odafigyelni, mert most már jönnek a táblák, amik jelzik, hogy megjöttünk Budimpestába. Ma már volt, amit tetszett, csak most sokkal jobban örülök neki, hogy itt vagyunk, mint amikor először voltunk. A lefordító, ez már bevezet minket a City Centerbe. Yeah. Fölkapcsolták a közvilágítást is most már, tehát most megjegyeznünk kéne, mert ez a hátsó tolató lámpa nem sok fényt ad. Ha ránk östeledik, akkor nekünk annyi vár, mondjuk a fővárosban azért van közvilágítás szerencsére, úgyhogy
látni ezünk valamit. Akkor itt erre. És ha már Budapestet alulról hagytuk el, akkor úgy illik, hogy felülről jöjjünk vissza. Kibérelem a belső sávot. Most már. Igen. Hát meg kellett volna várni, tudom, a szaggatott vonalat. Igen. Követtem el ez alatt az út alatt egy-két ilyen hács. Nem túl szabályos dolgot, de hát ez van. Megszedtem ki táblát is, ha láttátok, úgyhogy nem én lennék, ha nem szednék ki táblát. Igen, és már végindexelek, nem érdekel. Kilódunk, itt a telefonító. Ez vezet be a komiket a City Centerbe. Hát most... nem tudom, mennyire vagyok szabályos, semennyire. Jó. Várj, kanyarodni is kéne. Igen. Csak a kamerát kezelni. Jó. És most már itt vagyunk, ott vannak a város fényei. Már közel vagyunk. Ott a tábla, látjátok? Ha nem látjátok, én látjátok, túl most sötét van, de én látom. Budapest, Budapest, te csodás! Rég örültem ennyire Budapest. Az is be is vágták nekünk az ődet, úgyhogy megyünk. Most már végig. Hoppá, ez még sárga volt. Ezen a sárgán még átmegyek. Na, átmegyünk a másik sávba gyorsan. Azaz. A másik lámpa is ugyanúgy áll. Ah, egyben mehetünk. Most már tényleg csak itt átbucskázunk. Nekem, na gyere! Ha nekem ne gyere már, te szerencsétlen nyomorzat, te autós barom! Na ne, ilyenek a magyar pesti vezetők, ne ilyenek! Budapesten, így lehet közlekedni Budapesten. Ez most tipikus példája volt ennek. Nem érdekli semmit, nem néz, csak mint a birka megy. Értetlen, na itt fordulunk balra. Nem bírta volna ki, hogy baleset nélkül megúsztam ezt a... Jó tudom, volt az a tábla kiszedést, úgy nem egészen balesetmentes lett volna, abúgy se. De most már kit érdekel? Két kanyarral a végerőt kit érdekel? Nem ez volt a cél, hogy balesetmentesen jöjjek le, hanem hogy egyáltalán lejöjjek ide. Vagyis hát vissza le, értetek? Most ugye balra kell fordulni, ami nektek ugye jobbra, vagyis nekem jobbra, ami neki balra, vagyis nekem. Most nem. Most már ne bonyolódjunk bele itt a végébe, tehát most jobbra-balra, igen, csak most forgalom is van, vigyázni kell. Kollégák! Jó utat! Nem őrültem meg, igen, tolatok, igen. Jó, tetszik látni. Nem fordul le senki, jó? Menjetek! Beenged a kollega? Hát maga egy angyal. A dafos kollega, hát ez... Dafosokra lehet számítani. Köszönöm szépen az úrnak! Na, ilyen egy úr. Kamionosok belgá tudnak vezetni. Na, itt fordulunk be, ott az MBSC bal oldalon látszik. Megjöttünk, mögjöttünk. Hát ennyi, hölgyeim és uraim, ennyi. Elég szűkre vettem a bejáratot. Lele vigyem a tükrömet, várjatok. Nem hittem volna, hogy a bejárat lesz a legnehezebb, na. Hát ezt visszatalatnék egy kicsit, igen. Na, várjatok, mert leszedem a tükröt. Igen. Jussunk már be a szerencsétben. Cégtelep helyre. Na, ez az. És ott az MBSC, hölgyeim és uraim, megjöttük! Itt vagyunk, visszaértünk. Relatíve épségbe. Úgyhogy, ha gondoljátok, próbáljátok ki ti is, akár pót nélkül, akár ahogy én, vagy akár pótkocsival. Biztos mind a kettő rohadt nagy élmény, én nekem ez így tökéletesen elég is volt. És itt már is oda betolatunk a pótkocsikhoz. Mégiscsak. Már valami kinézett a dolognak. Azért jó sötét van már, úgyhogy
Szerencsére este 10 óra előtt megérkeztünk. Műszakváltásra. Ja. Ennyi. Motor. Villogó ki, motor le. A viszontlátásra. Nya. Na, hát köszönöm szépen mindenkinek, akik megnézték ezt a videót. Remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor nyomtok egy lájkot. Ha még esetleg nem iratkoztatok fel a csatornára, akkor mindenképpen tegyétek meg. Nagyon szépen köszönöm, hogyha ezzel támogatjátok így kvázi ingyenesen a csatornát. De amivel legjobban tudnátok támogatni, az az, hogy megosztjátok ezeket a videótartalmakat, amiket gyártok a csatornára. Nézzetek szét, rengeteg különféle videótartalom található már meg a csatornán. Szemezgessetek, hát ha tetszik még ezen kívül is valami. És írjatok kommentet, hogyha gondoljátok, hogyha van valami hozzáfűzni valótok az egészhez. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Nagyon jó utat kívánok erre a hosszú hétvégére, akik úton lesznek, és csak balesetmentesen, mindenképpen balesetmentes utat kívánok, és a 18 kerék legyen veletek és maradjon is veletek. Köszönöm a figyelmet, Krisztrekkel jelentkezik, sziasztok!